Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Vankóné Jekli Anikót, Tiszarov polgármesterét. Üdvözlöm, polgármester asszony, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Karcag TV nézőit és a rádió hallgatóit. Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést vezetett be. Hogyan fogadta Tiszarov polgársága? Hát első körben vegyes fogadtatása volt aki megijedt, volt, aki azonnal betartotta az intézkedéseket. Most úgy érzem, hogy a település lakosainak nagy része nagyon fegyelmezett, odafigyel az intézkedésekre, próbálja őket maximálisan betartani. Természetesen mindig vannak kivételek, de odafigyelnek egymásra az emberek, és határozottan próbálják felhívni a figyelmét annak, aki nem törődik mások biztonságával, és kérik, hogy figyeljenek ne csak saját magukra, hanem a szomszédaikra, a boltban vásárlókra, tehát figyeljenek egymásra. Hogyan valósul meg a digitális oktatás önöknél? Jelen pillanatban az iskola jelzése szerint sikerült átállni teljes mértékben a digitális oktatásra. Az iskolában nincs fennakadás. Ha véletlenül valakinek nincs eszköze, felajánlással próbáltunk segíteni a gyermeknek a tanulásába, illetve egy pár gyereknek azért papíralapon juttatja el az iskola a leckéket, hogy ők sem maradjanak ki semmiből. Jelen pillanatban is van felajánlásunk, számítógépet próbálnak olyan helyzetbe hozni, ami olyan gyermeknek, aki nem rendelkezik számítógéppel, megvalósulhasson számára is ennek a rendszernek a használata. Hogyan valósul meg Tiszaroffon a közétkeztetés? Első körben elhordás volt, csereit elhordókkal, de az intézkedések szigorításával átállt az önkormányzat arra, hogy most már minden személynek kihordjuk az egyszeri melegételt, az evédet, mind a gyermekeknek, mind a szociétkeztetésben résztvevőknek. Tehát az önkormányzat három járművel szállítja ki jelen pillanatban az étkezésben résztvevők számára az ételt. Az idős, vagy egyedül élő idősebbeknek, embereknek hogyan tud a település segítséget nyújtani ebben a veszélyhelyzetben? Ez egy rendkívül nagy összefogással három szervezet részéről történik az idősek ellátása. Az önkormányzat és helyi civil szervezet gondozza az időseket a családsegítő szolgálaton kívül. Tehát eleve volt a családsegítő szolgálat házi gondozásában résztvevő személyeknek az ellátása, akik kérték konkrétan, hogy most már nem mozdulnak ki a lakásból, és minden egyes bevásárlást, receptfeliratást, receptkiváltást, csekek befizetését intézze a családsegítő szolgálat. Ehhez társult az önkormányzat, akik ellátják, az önkormányzat kollégái ellátják a dolgozók érévén az időseket. Bevásárolunk ugyanígy receptet, feliratunk, kiváltunk, csekket befizetünk, és egy civil szervezet is tudomásunk szerint kb. 20-25 idősnek látja el ugyanígy ezeket a feladatokat. Milyen az együttműködés a térség országgyűlési képviselőjével, F. Kovács Sándorral és a megyei közgyűlés elnökével, Huba Imrével? Nagyon sok segítséget kapunk, és ezzel köszönettel tartozunk részükre, tehát maximálisan jó a település együttműködése. Tehát tényleg hálásak vagyunk minden egyes segítségért. Polgármester asszony, megköszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is nagyon szépen köszönöm, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, viszont hallásra, viszont látásra. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon, viszontlátásra!